Szervusztok, Kádár Tibor vagyok, az eredeti fény buddhista televízió férfi bemondó nője, és rám hárult az a megtisztelő és megterhelő feladat, hogy Csongán Szunim dharma beszédét bevezessem, illetve hogy egy kicsit nyújtsam az időt, unalmasan beszéljek, hogy annál fokozottabb érdeklődéssel várjátok a dharma beszédet és az azonnali kérdések és válaszok óráját. A buddhizmussal valamikor a 80-as évek közepén találkoztam, ez intellektuális találkozás volt. Először az ikebana, a virágrendezés, aztán a no-színház, aztán jöttek a haikuk, az már kicsit érdekesebb volt. Sőt, egy barátom nem csak szamizdatokat lopott át oda Erdélybe hoznánk, hanem a kapuja nincs átjárót is a 80-as évek végén. Hát ezeket úgy izgalommal olvasgattam, lapozgattam, de valahol nekem ezek a koanok ott voltak, ahol Tristan Tzara és a többi dadaista, meg szürrealista, meg ehhez hasonló számomra teljesen érthetetlen, zárójel, mindmáig, zárójel bezár, mindmáig érthetetlen írományok. Úgy Isten igazából én a buddhizmussal egy olyan körülbelül 20 évvel ezelőtt találkoztam, de az olyan találkozás volt, ennek a beszédnek a tartalma nem erről fog szólni, nem tér erre ki, de ez olyan találkozás volt a buddhizmussal, amelyik akkorát ütött, úgy megpörgetett engem, hogy nem sokkal később már Indiába ébredtem föl, ezt szó szerint kell érteni. Két hónap alatt lezavartam mindent, jól menő vállalkozás, átirattam mindent a feleségem nevére, és én egy hátizsákkal leléptem. Aztán Indiában, mondom, ott ébredtem, egy kicsit meg is ijedtem attól, ami ott van, úgyhogy gyorsan fölmenekültem Nepálba. Ott Katmandúban van egy nagyon érdekes sztupa, a világ legnagyobb sztupájának mondják, de ne higgyétek el, mert sok ilyen van, világ legnagyobb sztupája, legalább 10 darab is van. A Bodhanath sztupa, ahol állítólag Kasyapa, Maha Kasyapa csontjai, illetve a földi maradványaira van fölépítve, hát ugye az Zen első pátriárkája. A Zennel nem sokat kavartam én, de véletlenül kötöttem ott ki. És ott a tibeti zarándokokkal mentem körbe-körbe. Ezt a sztupát illik megkerülni legalább 3-szor, még jobb, ha 108-szor kerüled meg. Egy kör, az körülbelül 400 méter, tehát egy 108-as kör, az pont egy maratoni táv. Hát ami ennek kirugaszkodós fajta, vagy vagyok, én 3-szor gyorsan körbe kerül, 3-szor, 108-szor lecsináltam én ezt a kötelező jellegű, meg tiszt, nem tudom én micsodát. A lényeg az, hogy annyira becsavarodtam én ott, hogy akkor onnan is menekülnöm kellett. Sokféle záróját nyitok, sokféle kábítószernek mondott, szerintem nem kábítószer, pszichedelikumokat próbáltam, kisportot üztem ebből. Itt, amíg Nepálban voltam, semmit nem fogyasztottam, és én életemben úgy becsavarodva, beállva, mint ott a tibeti zarándokok között, ott a köröket róva, tehát én úgy életemben nem, tehát olyan tudatmódosult állapotban én még nem voltam. Aztán valahogy egy év után kirúgdostak illegális határátlépéssel, elkaptak Pakisztán és India között, hazarúgdostak, és következett egy olyan körülbelül 15 év, ami, hát én kacérkodtam én a buddhizmussal ugyan, tehát főleg a tibeti vonal volt az, amelyikkel inkább találkoztam, az olvasmányok is, meg emberek is, érdekes módon szeretőim egyik a másik után, mindegyik buddhista volt, pedig én nem kerestem őket, és mindegyik tibeti vonal, de valahogy nem igazán tudott bekebelezni magának egyik tibeti áramlat sem. Én próbálkoztam az ülésekkel, a meditációkkal, én kimentem az erdőkbe, én a Kárpátokba, én a tavakat megkerestem, én gyönyörű fákat kerestem, azoknak a tövében leültem. Hát én 5 percig nem tudtam ülni, amilyen nyüzsgő, izgalga fajta vagyok, hát nem, nekem ez egyáltalán nem ment. Aztán valamikor 2 évvel ezelőtt éppen történetesen akkor Szegeden éltem, ott a YouTube-ot nézegetem, és egyszer megláttam egy kopasz pasast. Az egyik. Mit? Itt most nyitok egy hosszabb zárójelt. 1997-ben, tehát 20 évvel ezelőtt, amikor mondtam, hogy találkoztam én a buddhizmussal egy kicsit ütősebben, életemben először, és ami
ki nem jöttem ide az idén tavasszal utoljára, elmentem egy buddhista, egy zen buddhista szeanszra, a buddhista főiskolára. Hát ott az a hosszú hajú és fehér szakálló D.A. monogramú úriember ott, nem tudom miket mondott, mindent elfelejtettem, egy dolog maradt meg bennem, de nagyon ütősen. Azt mondja egyszer ez az úriember, aki tartott ezt a zen buddhista szeanszot, hogy egy pillanat, fiúk, lányok, egy fiatalember jött Koreából, nem tudom, valamit oda kellett adjon, vagy üzenetváltás, nem tudom mi. Azt tudom, hogy oda néztem én is a terem végébe, és bejön egy szimpatikus, kopasz fiatalember, a járásod, meg a, nem akarom ajnározni, mert még elhiszi magát. A lényeg az, hogy végig nem ment a termben, 20 másodpercet tartott mindez. Valahogy nekem ez úgy annyira megmaradt ez az ember, ez a járás, ez a tekintet, ez a tartás, hogy én életemben nem felejtettem el, tehát 20 év telt el azóta, és a YouTube-on szembe jön velem ez az arc. Hát ez ő az. Akkor még kise nyitottam én azt a YouTube-ot, elkezdtem gondolkodni, mi a fene van. Hát vannak emberek, hogy 4 évig, 6 évig, 8 évig egy osztályba jártam velük, nem emlékszem arcukra, nem emlékszem a nevükre. Látom ezt az embert 20 másodpercig, és nem felejtem el. Ki ez az ember? Megkapcsolom hát a Csongán Szunimról van szó, ezt most már mindnyájan tudjuk. És egy olyan körülbelül 1,5 évig esti mese gyanánt én hallgattam a darma beszédeket. Ugyanakkor egy nagyon kódolt üzenetet is hallottam, amit továbbit azok felé, akik ezeket a darma beszédeket hallgatják, otthon ágyba fekve, esti mese gyanánt, hogy mindaz, amit csináltok, a szellemi maszturbáció. Tehát én is abban vagy tehát egy idő után lekoppant, hogy én szellemi maszturbációt végzek, hisz folyamatosan elmondja, hogy ha akarod gyakorolni a darmát, most már szakszavakat mondok, akkor nem így mondtam volna, szóval tessék kijön ide a templomba elvonulásra, tessék ide jönni. Hát aztán egy idő után Szegedet is meguntam, és odébb kellett állnom, odébb álltam, a választott szülővárosomba, Budapestre költöztem. Aztán Facebookon egyszer olvasom, hogy az eredeti fény, ezúttal nem a televízió, hanem a templom, a kertjében ilyen tavaszi gyomlálásra önkénteseket keres. Hú, akkor nekem mennem kell. Kijövök, és itt megtudom egy olyan pár órán belül, hogy hát itt lehetne élni, itt maradni. Mi van? Tehát én ezért percig nem gondolkodtam. Visszamentem, tehát itt maradtam még 3-4 napot, visszamentem a városba, felszámoltam az életemet lent a városba. Éppen jobbnál jobb állásajánlatok közül válogathattam. Hát ilyen nagyon jól hangzó marketing menedzser, meg projekt menedzser, meg egy ügyvezető igazgatói állás közül kellett volna választanom. De hát nem volt számomra kérdés, hogy én ide fogok jönni. Ezt azt tudja a legjobban megmagyarázni, hogy egy pár napja itt vagyok, és a szegedi barátomnak írok egy messengeren egy üzenetet, hogy mi történt velem, hogy találtam egy buddhista kolostort, én oda kiköltöztem. Erre visszaírja, hogy de hát erről te nekem 1,5 évvel ezelőtt meséltél, hát akkor sikerült az álmod. Én nem is emlékeztem, hogy neki elmondtam volna. Biztos egy jóféle cigiszívás után, amikor az ember őszintébb lesz a keleténél, és elkotyogja a titkait, egy ilyen alkalommal mesélhettem el neki, tehát ez bennem már régen élt, hogy én ilyen helyre akarok menni, én itt akarok megöregedni, helyen akarok meghalni. Szóval kijöttem ide, és 20 év, az előbb említettem, hogy 20 éven keresztül én próbálgattam ülni, mert olyan sok érdekes, szép dolgot olvasgattam én a meditációkról. Hát, barátaim, én leültem, és mint a Big Mac, én azonnal tudtam ülni 50 percet, azzal nem volt semmi probléma. Hamarosan eljött az első 3 napos elvonulás, amikor is egy nagyon érdekes élményben volt részem. Dokhe Sunim apát mesterrel megbeszéltem ezt, és ő mosolyogva a kezdők szerencséjének mondta azt, amit én átéltem, akkor először, utána még később többször. Hát akkor erről beszélnék most egy picit bővebben, mert az apátunk nem utasítása szerint a saját tapasztalatainkat kell megosztanunk itt ebben az esetben. Szóval ülök, üldögélek én a fallal szembe,
A faj mindenem. Mellesleg jó nagy adag mazohizmus és perverzió kell ahhoz, hogy azt csinálják az emberek, amit itt mi csinálunk. Ülök én a falla szemben, mindenem fáj, a hátam, a nyakam, a lábam, a véres csonkoknak érzem a térdeimet, már nem tudom mit, de bennem amúgy is alapjáraton van egyfajta mazohizmus, és hát akkor hagytam, és élveztem, hogy fáj mindenem, és egyszer nagyon furcsa dolgokat kezdtem észlelni. Mögöttem, ahol mocorog valaki, a hang az valahogy nem a fülemen keresztül jön be, hanem mintha bentről jött volna az a hang, amit én kint hallok. Ez volt az első. Aztán megszólal a csengő. Jesszusom, hiába van két fal plusz még egy folyosó kettőnk között, hát a csengő mellettem szólal meg. Magamhoz se tértem, és kezdtem figyelni, mi történik, és akkor éreztem, hogy nem... Na, nem volt lebegés, levitáció, nyugi, de remélem, hogy van köztetek olyan, aki már tapasztalt ilyesmit, ha eddig nem, akkor ezután. Hát, mint egy olyan 20 kilóval könnyebb lettem volna, és szóval azon, tudjátok, hogy van, amikor már ősz, az első 30 perc az eltelik hamar. Aztán van a 30 és 40 perc között, az már 20 percnek érzed, és a 40 és 50 perc között sokszor éveknek érzed azt az utolsó 10 percet, mert hogy ülsz, és egyre nehezebb, és nyomás, és fáj, és már üvöltenél, és már csikorgatnál, és nem tudom hova kívánsz minden, csak elinnen, mondjuk röviden így. Ez az érzés egyszer csak hirtelen könnyebb leszel, és már nem fáj annyira az ülés. Valahogy, na szóval erről ennyit, egyszer. Aztán később eznek, mondom, kezdők szerencséjeként titulálta az apát helyettesünk ezt az élményt. Aztán utána sokáig ment nagyon szépen, nagyon rendesen ez a dolog. Érdekes mód mindig olyankor jött be, a csupi ütés előtt 2-3 perccel. Kérve-kérve könyörögtem az apát helyettesnek, hogy engedje meg, hogy én még maradhassak. Az 50 perc után, mert nekem kell. Mert elrepül velem a szőnyeg, vagy nem tudom mi ez, de ki szeretném próbálni, hogy mi történik olyankor. Megtiltotta. Ő jobban tudja, mint én, amit tudni kell. Aztán jött egy 10 napos elvonulás. Akkor jött a következő élmény, de hát akkor már úgyis én hozzászoktam a fájdalomhoz. Biztos nem mondtam, hogy mazohista vagyok. Tele van amúgy a testem különböző sebb helyekkel, amit önmagamnak okoztam. Már megint véres csonkoknak érzem a két térdem végét, tehát minden bajom van, és egyszer csak érzek ilyen valamilyen meleg áramlatok jönnek, mennek, és ilyen sugarba mennek ki, és mintha ilyen fájdalom csillapító lenne, és ilyen kezd megszűnni a fájdalom. És nem érzed. Most az itteni elvonulásnál ma reggeltől kezdtem érezni ugyanezt, és ma már egyetlen ülésnél sem kellett mocorognom, semmi problémám nem volt erre, mindjárt visszatérek. Én nem tudom, hogy ez mi. Tegnap megkérdeztem a Kohan interjún az apátunkat, és azt mondta, hogy ez a csi. Hát nem tudom. Hallottam olyan, hogy csi kung, meg mit tudom, mi ilyen csivel kezdődő. Ja igen, csihány, a csalán székelyül. Na szóval ilyeneket, na csi ez valami életerő vagy valami ez hasonló, de tény az, hogy ez hol simogat, hol meg belül, kívülről is beburkol, vagy belülről megy és szétarad, és egyszerűen megszűnik a fájdalom. Én nem tudom, hogy ez mi, de van. Amit nagyon szeretnék mondani, az az, hogy a 10 napos elvonulás után, valamikor nyáron volt, és hát akkor már a fájdalom, mondom, lazán megszűnt, tehát semmi probléma nem volt. Igen, ám csak akkor jött egy 3 hetes tengeres utazás, meg a Kárpátokba föl, meg nem tudom, meg sziklamászás, meg hát ugye ilyenkor nem ülünk. Babankkal a tengerparton vagyunk, hát nem ülünk. És 3 hétig nem ülés, és akkor visszajöttem, és akkor kimaradt egy elvonulás, akkor elkezdtem, jött az ősz, az apátunk nem volt a kolostorba, elkezdtem lógni, nem ülök, elkezdtem nem ülni.
Hát még az 50 perces reggel esti ülések itt lazán lemennek, semmi probléma, de hát kötelesség teljesítés, de ebben nincs élvezet. Leüli az ember és kész. És most, hogy elkezdődött ez az elvonulás, hát én életemben, tehát amikor kezdőként leültem, én akkor nem nyüzsögtem és szenvedtem és fájtam annyit, mint most az első 4 napban. Úgyhogy megbűnhődtem rendesen, de mondom, mától ismét jön az a meleg izé, szebben mondva, hogy is hívják, és akkor az ott megszünteti a fájdalmat. Én nem tudom, hogy ezek mik, az apátunk majd erről lehet, hogy fog beszélni, vagy nem beszélni, nem tudom. Amúgy nagyon vigyázzatok az apátainkkal, mert csak olyankor mondanak kóser, tutti dolgokat, hogyha konkrétan rákérdezel valamire. Tehát ha nem kér, soha nem árulnak el semmit. Mindig hagyják, hogy magunktól jöjjünk rá. Én nem élvezem ezt, de hát ez van. Ez van. Még egy csomó minden van a jegyzetemen, amit kéne lássak, hogy puskázzak, és nem tudom. Elővesszük, azt majd kivágod úgyis. Megvan a jegyzetünk? Megvan a jegyzetünk. Igen, költözünk. Azok mind megvannak, igen. Ja, igen, és még olyanokat mondanak nekünk, hogy nincs, én nem tudom ti, hogy vagytok vele, de amikor én hallom azt, hogy nincsen jó és nincsen rossz, hát ez nagyon érdekes, meg transzcendens, meg olyan dadaista, meg olyan szürrealista, meg olyan Tristan Tzára kisinas az ilyen szövegek mellett, de mi az, hogy nincs jó és nincs rossz? Hát ha kinyomják a szememet, az rossz. Ha a babámat megölelhetem, az jó. És azt mondják mégis, hogy nincs jó és nincs rossz. Szóval nem tudom, úgyhogy még egy kicsit szerintem itt a templomba kell éldegélni, mert jó pár évecskét, hogy túl legyek mindenen. És majd túl leszek előbb-utóbb. Hát én kijöttem ide, de én úgy jártam ezzel a, nem is ezzel a helyen, mert Doke Szunimról mindenképp az apát helyettesről nekem muszáj két szót mondanom, mert én úgy jártam vele, mint Kolumbusz Kristóf Amerikával. Én kijöttem Csongan Szunim miatt, Csongan Szunim az én indiám, és itt én Amerikát találtam, Doke Szunimot. A legnagyobb tanítás, ezt azért mondom, mert a legnagyobb tanítás, amit én itt az elmúlt, olyan 10 hónapja vagyok itt körülbelül, a legnagyobb tanítás, amit tanultam, az egy új felmutatás volt, és egy kérdés, hallod? A történetet, hogy megértsétek, ja igen, hallod, a tücskök. Hogy megértsétek, éppen nagyon ideges voltam, éppen mindenkit, nem tudom szép, úgyhogy csúnya szóval nem mondom, tehát nem tudom mindenkit hová kívántam, és éppen csomagolni akartam, és hazamenni. Nincs hazám, nincs otthonom, mindent feladtam. Tehát de eltűnni, innen elmenni, és éppen eléggé el nem ítélhető mód, mert egy világi ember az egyházi előjárójával olyan stílusban nem beszélhet, ahogy én akkor Doke Szunimmal beszéltem. És Doke Szunim néz, és csak figyelmeztet, hogy te hallod? Kérdez, mit? Hát a tücskök. És akkor meghallom, hogy jesszusom, 15 millió tücsök ciripel, és tényleg nem hallottam. Mert annyira ideges voltam, és az én világomban bős, hogy csak az van, amit én mondok, és semmi, és nem hallottam azokat a gyönyörű tücskeket. No, de azóta, ha bemegyek még Csongan Szunimhoz is a Koan interjúra, tudjátok, egy kicsit olyan ciklizbe megyünk be, lehet, hogy vannak köztetek, akik nem, én igen, de majd elmúlik. Hát de ott is hallom a madarak csiripelését, ha nem csiripelnek a madarak, akkor hallom az óraketyegését. Szóval egy kicsit másképp látom a világot azóta, amióta Doke Szunim felemelte az ujját, és megkérdezte, hogy öcsém, te hallod a tücsköket? Hogy csiripelnek? Hallod addig, amíg te itt osztod az észt nekem, és mondod a tutit? Hát ez a legnagyobb tanítás, úgyhogy én köszönöm Doke Szunimnak. Csongan Szunimnak meg, hát ha ő nincs, akkor nincs ez a hely, hát, amit ő ide összehozott. Kevesen csinál. Csak azt tudja megérteni, aki valaha semmiből megálmodott valamit, és azt megalkotta, és megcsinálta. Azt tudja, hogy mit jelent az, amit az apátunk ide össze megálmodott, aztán megcsinált.